Genfben vagyunk, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának épületében, és a civil delegáció ma adott számot az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény érvényesüléséről. Lehetőségünk adódott arra, hogy a korábban már írásban megküldött jelentéshez képest az addig történt fejleményekről beszámoljunk, illetve előadjuk, hogy melyek azok a legfontosabb területek, ahol a civil álláspont szerint a gyermeki jogok érvényesülésével komoly gondok vannak. A delegáció tagjai az UNICEF részéről két fő, a Társaság a Szabadságjogokért, illetve én az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány képviseletében jelentem meg. Nyilván elsősorban én az oktatásról, illetve a diszkriminációról beszéltem, ezen belül is a roma gyerekek szisztematikus szegregációja volt az a téma, amivel kapcsolatban a legtöbb kifogást emeltem. Ezen túl a szervezetem fontosnak tartotta azt is, hogy beszéljünk az indokolatlanul fogyatékossá minősített gyermekek helyzetéről, illetve általánosan a diszkriminációról a különböző területeken. Fogyatékos gyerekek kapcsán főleg arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ma Magyarországon fogyatékos gyermeket vállalni, az egyet jelent a szegénység vállalásával is. Abból kifolyólag, hogy Magyarországon a közösségi ellátás, a közösségi beilleszkedés segítő szolgáltatások szinte alig hozzáférhetőek, ezért a legtöbb olyan család, akinek értelmi fogyatékos gyermeke van, arra kényszerül, hogy ő maga finanszírozza és menedzselje mindazokat a szolgáltatásokat, amire a gyerekének szüksége van. Ebből az következik, hogy a családokban nagyon sok többletkiadás képződik, miközben az egyik szülőnek fel kell adni a stabil munkahelyét, és ezért a családok elszegényednek. A másik lehetséges opció, amit a családok választhatnak, az az, hogy intézetbe adják a gyermeküket. Ugye nagyon sok család Magyarországon ezt a kényszer megoldást választja. A most aktuális statisztikák szerint több mint 10 000 fogyatékos gyermek lakik valamilyen nagy létszámú bentlakásos intézményben. Az oktatással kapcsolatban természetesen ki kellett térni az oktatási reformokra, többek között az iskolák államosítására, az iskolarendőrök megjelenésére, arra, hogy az iskolák állami fenntartásba kerülése nem járt együtt a jogszerűtlenül működő intézmények felülvizsgálatára, szóba kerültek a köznevelésfejlesztési programok, hogy semmilyen formában nem jelenik meg sem a roma, sem a fogyatékos gyerekek elkülönített oktatása, és még csak középtávú célként sem szerepel ennek a jogsértő helyzetnek a felszámolása. A másik súlyos probléma, amiről tájékoztattuk a bizottságot, az az egészségügyi rendszerben található egyenlőtlenségek, és ezek hatása a fogyatékos gyerekekre. Az egyik ilyen a sajtóban is sokszor felkapott téma a fogorvosi ellátáshoz való hozzáférés nehézsége, hogyha egy gyerek értelmi fogyatékos és altatásban tudják csak az ő fogorvosi kezelését biztosítani, akkor bizony van, hogy 150-200 kilométert kell utaznia a családnak ahhoz, hogy elérjék a szolgáltatást, illetve a másik súlyos probléma, hogy heteket kell várni egy fájó foggal egy ilyen gyereknek arra, hogy egyáltalán ellássák. Természetesen a diszkrimináció kapcsán szót kellett ejteni az azonos nemű párok által nevelt gyerekek helyzetéről, illetve az ilyen családok által élvezett jogukról, illetve az örökbefogadással és a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos problémákról is. A civil szervezetek meghallgatása után a bizottság tagjai ki fogják alakítani azokat a kérdéseket, amiket elküldenek a magyar kormány számára. A magyar kormánynak 6 hete vagy 8 hete van arra, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és aztán szeptemberben a bizottság meg fogja hallgatni a magyar kormányt, föl fogja tenni neki a legfontosabb kérdéseket, és valószínűleg még ugyanabban a hónapban közé fogja tenni a bizottság az áruészrevételeit Magyarországról, amiben ad egy visszajelzést Magyarországnak arról, hogy a gyermekjogi egyezményben foglalt gyermeki jogok vonatkozásában milyen előrelépések vagy akár visszalépések történtek az elmúlt 6 évben.